Már a 88. perc, Gosztonyi labdája, megcsúszik megint, és bent van, 3-3, megcsinálta Diós Győr. Marjanovic a gólszerző, Tomislav Šivić utolsó cseréje, egyelőre hoz egy pontot, úgy tűnik. Nem tudta kihúzni a Dunaújváros. Az más kérdés, hogy Gosztonyi szögletei és Kádár csúsztatásai a második félidőben folyamatosan veszélyt jelentettek. Egyszerűen Kádár Tamás nem tudták fölvenni ezeknél a szögleteknél. Egyre másra csúsztatgatott. Most hozzáteszem, nem is jó, hanem végül csehi fején csúszik meg a labda. És hiába a vetődés Nagy Gergelytől. Ez már ezek szerint bentről húzta ki. Ott áll az alapvonali asszisztens. Alig nem segített meghozni a döntést.